A Vajdasági Magyar Szövetség Szent István napi központi rendezvényének keretében ünnepi szentmisét tartottak a Szabadkai Szent Terész székesegyházban. Vajdaság különböző településeiről buszokkal érkeztek a magyarok, akik az államalapító királyunkra emlékeztek. Délután 5 órakor kezdődő Szent István napi ünnepi szentmisére már 4 óta gyülekeznek az emberek. Nem csak a szabadkaiak vannak itt, sokan jöttek el, Vajdaság messzi tájairól is. 50 autóbusznyi ünneplő magyar vesz részt a szentmisén. A vajdasági magyarokat arról kérdeztük, mit jelent számukra Szent István napja. Az együvé tartozást, azt, hogy érezzük azt, hogy egy nyelvet beszélünk, egy a kultúránk, és ez a megmaradásunk szempontjából nagyon-nagyon fontos. Én most látom, hogy kezdenek a magyarok összetartani, hogy nem szégyellik azt, hogy magyarok, mert sokan vannak itt még mindig, akik szégyellik azt, hogy magyarok. Mint magyar illik megemlékezni a Szent Istvánról, és nagyon sok ismerőst lát itt az ember. Vajdaságból összejönnek, máskülönben nem utazgatunk sokat, és akkor itt összejövünk, meglássuk egymást, vagyunk még. Ez egy nagyon szép összejövetel, egy az a mise nagyon szép, és aztán megyünk Palicsa, és valamikor 10:30-kor indulunk vissza Kólára. Nagyon örülök, hogy eljutottam ide, és Szabadkán már nagyon régen voltam, különben horgosi születésű vagyok. Nagyon szép Szabadka, rengeteg név van, és nagyon örülök, hogy ide eljutottam. A vajdasági magyarok számára nem csak az identitás megőrzés miatt fontos az ünnep. Ezen a napon rég nem látott ismerősökkel, rokonokkal is találkozhattak. Nagyon jó, és nagyon jó élmény, mert ez nagyon kevés ilyen alkalomban, hogy összejöjjön az egész magyarság. Én már negyedik éve járok ide, és az unokáim is már megszokták, harmadszor jöttek. Hát ez a szép szentmise, és meg a vendégek bevárása is nagyon fontos a számomra. És utána pedig a palicsi szórakozás. Mivel magyarnak érzem magamat, meg a családjaim is, meg minnyája, hát mit mondjak mást, ezt nagyon tartom igényel, mivel hogy magyarok vagyunk. Volt-e már máskor is? Voltam már, most harmadszor vagyok itten, és nagyon megkedveltem, nagyon szép fogadás, mindez nagyon tetszik. Magyar vagyok, most öregségemre dupla állampolgár lettem. Azt mondtam, amikor fővöttem, ott volt az a magyarországi néni, hogy eddig is magyar embernek éreztem magam, de eztán úgy érzem, hogy dupla magyar vagyok. Meg azt akarom, ha meghalok, úgy temessenek el, mint egy magyar embert. A Szent Terész székesegyház teljesen megtelt a hívekkel, akik Szent Istvánra emlékeztek. Az ünnepi szentmisét Varga Lajos váci segédpüspök celebrálta. Kedves mindannyiunknak, akik összegyűltetek itt a Szabadkai Székesegyházban, hogy a mai este, ami első szent királyunkra, Szent István királyra emlékezzetek, és ami első szent királyunkban megünnepelhessétek a mindenható Istennek a dicsőségét, azt a munkát, amelyet az Úristen az ő keze által elvégzett, amit az ő személye által beteljesített, ami magyar népünknek a körében. A váci segédpüspök a hit fontosságáról beszélt, és Szent István fiához intézett intelmeit idézte. Szent István király, amikor megalapította a magyar államiságot, akkor nagyon nagy hangsúlyt fejezett arra, hogy az ő államának az életében ott legyenek az egyháziak, és ezért fiának adott intelmeiben is az szerepel, hogy a királyi udvarban a legeslegelső a hitnek a megtartása, és utána az intelmekben szól Szent István király arról, hogy hogyan kell intézni az egyháziakkal való kapcsolatot. Az ünnepi szentmisén a szabadkai hívekhez is szóltak Szent István szavaival. A Szent Király azt mondotta, hogy a magyar nép, a magyar nemzet
akkor lesz erős, ha képes lesz más népeket befogadni. A Szent István napi szentmisén Fazekas Sándor Magyarország vidékfejlesztési minisztere, Pásztor István a VMS elnöke, Korhec Tamás a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Korsús Tamás, szabadkai magyar főkonzul, valamint más politikai és közéleti személyek is részt vettek. Az Óbecsei Scola Cantorum énekkar is fellépett. A Vajdasági Magyar Szövetség Szent István napi központi ünnepségén Palicson már kora délután különféle érdekességekkel, finomságokkal várták az odalátogatókat az árusok. Könyvek, kézikészítésű üvegek, ékszerek, cserépedények, de saját készítésű, magyar népi motívumokkal, magyar történelmi jelenetekkel díszített fafaragványokkal is érkeztek a kirakodó vásárra. A régi magyar népmotívumok, történelmi jelenetek, magyar kultúra, hagyomány, népviselet, szóval ez ilyen tematikával csinálom. Házi áldás, vallás, ebben foglalkozok általában. Mi készítette arra, hogy ilyennel foglalkozzon? Nem tudom, egyszerűen jött. Magam 16 év ezelőtt asztaloskodtam, és ez egyszerűen meg rajzoltam, festettem, és akkor háborús idők alatt elkezdtem. Hát egyszerűen jött, hogy elkezdtem saját magamtól faragni, de nem tudom, egyszerűen jött úgy. Az ünnepség elmaradhatatlan része az erdélyi specialitás, a kürtős halács, amit még manapság is a 16.-17. századi receptek alapján készítenek. Régen kéményben, parás fölött sütötték, az elkészítési módja nem sokat változott, azonban egyre több ízben kóstolhatjuk meg ezt az édességet. Régen igen, csak a karamellizált cukor volt rajta, mert onnan is van, hogy amin nincs karamellás cukor, az nem kürtős kalács. Most már csinálnak sósat is, látom, hogy van olyan is, de az nem kürtős kalács. Az igazi kürtős kalácson csak karamellás cukor van, a többi ízt pedig mi hozzáadtuk, hogy gazdagabb legyen, finomabb legyen. Az ünnepségre sokan évről évre újra eljönnek. Legtöbbjük számára ugyanazt jelenti Szent István napjának a megünneplése. Az összetartozás. Összetartozás élménye, hogy végre együtt vagyunk mindannyian, egész Vajdaság, délvidék népe. És egy pár üdvös gondolattal, hogy fönntartsuk magunkat a következő évig, hogy ez erősítsen és tartsuk bennünket életbe. Maga az ünnep. És a magyarság, akivel itt találkozik az ember, mert végül is egész Vajdaságból. Régen csak családi körben ünnepelték ezt a napot, ezért is olyan nagy öröm a vajdasági magyarok számára, hogy a palicsi ünnepség ilyen hatalmas rendezvényén nőtte ki magát az évek alatt, és még a legfiatalabbak is ismerik Szent Királyunkat. Államalapító. Segít a magyarság összetartásába, és hála Istennek, hogy ki tudta nőni magát, nem csak nálunk, egész Magyarországon, az egész magyarság részére, talán az egész világon. Nagyon szeretem, annyira fölemelő érzés itt lenni, meg hogy ez az ünnep hangulata, ez nagyon, nagyon jót tesz a lelkünknek. Nagyon örülök, és fontosnak tartom, hogy a magyar emberek itt is magyarnak érezhessék magukat, és hogy összejöjjön a nemzet. Több ezren látogattak el idén is a Szent István napi rendezvényre Vajdaság minden részéből és külföldről is. A palicsi ünnepség, amint mondták, elsősorban azért vonza őket, mert a magyarság összetartozását jelképezi. Palicson délután a szabadkai fúvós zenekar adott koncertet, majd a Kulai Népkör Magyar Művelődési Központ Ibolya Gyermek Néptánc Együttese és énekes szólistája Balla Georgina lépett fel, majd ezután következett a rendezvény ünnepi része. Fazekas Sándor Magyarország vidékfejlesztési miniszterének, valamint Pásztor Istvánnak a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének beszédét hallhatta a több ezer kilátogató Palicson. Fazekas Sándor Szent István örökségéről, arról az őserőről beszélt, ami minden magyart táplál, határokon innen és túl. Jól tudjuk, a magyar történelem folyamatos újrakezdések sorozataként is felfogható. Különösen érvényes ez ide a délvidékre, ahol bizony számos kataklizma ért bennünket. Sokat szenvedett táj ez. De mindig volt bennünk erő az újrakezdésre. Mindig volt valami olyan őserő, amely nehezen megfogalmazható, de mindig
mindig lehetett rá támaszkodni, mindig biztatást adott, és mindig voltak újabb és újabb generációk, akik magyarnak vallották magukat, akik a magyar nyelvet és a kultúrát fönntartották, és ezáltal ennek a földnek a magyar jellegét is megőrizték. Mi is az az őserő? Nyilván nehéz megfogalmazni, de az ember kísérletet tesz rá. Itt Palicson, a délvidéken, ezen a csodálatos alföldi tájon. A keresztény hit és a szülőföld szeretete volt az az erő, amely megtartotta a magyarságot a történelem legnehezebb időszakaiban is. A kereszténységet Szent István királynak köszönhetjük. A szülőföld szeretetét pedig az új kenyér jelképezi számunkra. Az új kenyér, amely a föld ajándéka, amelyet meg kell dolgozni, gyakran verejtékkel, amelyben testetölt generációk hozzáértése, elkötelezettsége és munkája, és amely az életet jelenti számunkra. Számos vajdasági magyar hagyja el szülőföldjét a jobb munkalehetőségek reményében, mondta el ünnepi beszédében Pásztor István. Ennek a helyzetnek pedig alapjaiban kell megváltoznia a jövőben, tette hozzá a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Néhány héten belül bemutatjuk és azt követően el is fogadjuk gazdasági és térségfejlesztési elképzelésünk munkaváltozatát, amiről közösségi konzultációt indítványozok. Fontos, hiánypótló vállalkozás ez, aminek a megvalósítása reményeink szerint enyhít majd a gondjainkon. De ezzel nem tudjuk kezelni a gazdasági, szociális gondokat, hiszen azok országos jellegűek, ezért csak is országos szinten kezelhetők. Ezért országos, tartományi, önkormányzati és települési szinten ezután is elvszerű partnere kívánunk lenni mindenkinek, akit hasonló szándék mozgat. Csak így teremthetjük meg az esélyét annak, ami mindannyiunk közös érdeke, hogy itthon lehessen boldogulni, ne kelljen elmenni, akik pedig elmentek, visszajöhessenek. Ki kívánom mondani, ez egy újabb fájdalmas fejezete közösségünk életének. Megértése, kezelése, sok türelmet, kitartást, és még attól is több kölcsönös megértést igényel, és világos mondatokat, egyértelmű, a közös érdeken alapuló, elvszerű döntéseket. És bátorságot mindehhez, hiszen gyakran kerülünk ezek után is abba a helyzetbe, hogy mondataink, döntéseink nem találkoznak bizonyos körök elvárásával. Számunkra azonban továbbra is a közösségi érdek érvényesítése a szent és sérthetetlen, a mindenek felett álló. Ezért állítjuk, mi nem csak azoknak a magyaroknak az érdekeit képviseljük, akik tavaly májusban ránk szavaztak, hanem azokét is, akik másra szavazva várták sorsuk jobbrafordulását, de mára csalatkoztak. Nem csak érdekeik képviseletét végezzük folyamatosan, de azt is várjuk, csatlakozzanak hozzánk, így is növelve érdekeink megvalósulási esélyét. Tisztelt ünneplő közösség! Van-e mindenhez kellő erőnk, képességünk? Maradt-e mindenhez elegendő erőnk? Igen, maradt. Van. Rengeteg bizonyítékot sorolhatok, csak az utóbbi hónapokra gondolva. Hadd említsek néhányat. A közbiztonság helyzetének kezelését, vagy Csurogot, a kollektív bűnösség elítéléséről szóló parlamenti deklarációt. Ez mind nem lehetett volna, ha nem maradt volna kellő erőnk és tekintélyünk. Az 50. Gyöngyös-Bokréta, az egyre népesebb és színvonalasabban megszervezett KMV, az illésnapi körmenet, a vajdasági vágta, a márciusi, júniusi, augusztusi ünnepeink tömegessége és hangulata. Ha nem lenne közösségi erőnk, hogyan is tudtak volna embereink idén majd 40 tábort szervezni, 2000-nél is több gyermeket mozgatva. Erőnk maradt és van. A munkától se félünk, minden feltételünk adott rá. Tudjuk, mit akarunk, mit kell tennünk. Ezért idézhetjük Berzsenyit. Bízzál,
s virágzóbb századokat remélj. Elődeidnek szép kora visszatér. Bízzál! Isten éltesse a nemzetet, Isten éltesse a vajdasági magyar közösséget. A köszöntőket követően megszegték az új búzából készült kenyeret, majd az ismert magyarországi korál együttes koncertjét élvezhette a közönség. Balázs Fecó, az együttes frontembere a koncert előtt elmondta, már nem először jár Vajdaságban. A 60-as évek végén nagyon sokat jártunk Szabadkára. Akkor én voltam a Koncsosival a 90-es évek elején szintén Szabadkán a sportcsarnokban, és a 70-es években volt nekem Magyarországon, aminek részese voltam, egy szupergrup, és voltam itt a Taurus Extével, aminek az Orán volt a basszusgitárosa, szintén a sportcsarnokban, és volt korán koncert is a 80-as évek vége felé, egy ilyen fesztivál jellegű, ahol több helyi együttes mellett mi is felléptünk. És hát nekem nagyon szép emlékeim vannak mindegyik időszakból. Még gyermek voltam én. Bízzál, s virágzóbb századokat remélj, elődeidnek szép kora visszatér, írja Berzsenyi Dániel a 18. század című versében. Nemzete iránt érzett aggodalmát kifejezve azokat a sorskérdéseket is vizsgálta, amelyek a nemzet jelenére, jövőjére és múltjára vonatkoznak. A múlt tapasztalata pedig példaként szolgálhat a jövőre nézve.